A török-kanizsa községhez tartozó Majdány és Rábé települések polgárai a kialakult helyzet miatt nemrég petíciót indítottak, amelyet 123-an írtak alá, valamint követeléssel is fordultak a tartományi szervekhez. A követelést Csonka Áron, a VMDK elnöke ismertette a sajtótájékoztatón. Betörnek az üres házakba, lelakják azokat, felgyújtanak mindent, ami a kezük alá érkezik, eltüzelik, használják azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az üres házakban találnak, töltik a mobiltelefonjaikat, fogyasszák az áramot és a vizet, ezzel további költségeket okozva a tulajdonosoknak. Kopognak az ajtókra, ablakokra, élelmiszert kérnek, felmennek a buszokra, amelyek szállítják a diákokat, vagy éppenséggel a lakosokat, és mindez félelmet okoz a lakosok körében. A VMDK elnöke a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy miért a tartományi biztonsági tanácshoz fordult. A tanács azzal a céllal alakul, hogy fejlessze a bűnözés megelőzését, emelje a polgárok biztonsági kultúrájának szintjét, fokozza a polgárok általános biztonságát, és figyelemmel kísérje a biztonsági helyzetet a Vajdaság autonóm tartományban. Csonka Áron az aláírások és a követelések mellett egy kísérőlevelet is intézett a tartományi szervekhez, amelyben a lakosok kérései mellett a VMDK nevében azt javasolja, hogy a határmenti településeken lévő migránsokat gyűjtsék össze rendőri jelenléttel, és szállítsák őket a befogadó központokba, ahol egészségügyi vizsgálatokon is áteshetnek, regisztrálhatják őket, és menedékjogot is kérhetnek.